Kedd délután Grecsó Krisztián volt a vendége a hatvani Ady Endre könyvtárnak. Az író-olvasó találkozó nagy népszerűségnek örvendett, teljesen megtelt az előadóterem. Az alkotó 1976-ban született Szegváron, egy Csongrád megyei faluban. Dolgozott napi lapos újságíróként, a Békés megyei Napnál, majd a Dél-Magyarországnál is. 1997-től a Bárka folyóirat külső munkatársa, 2001-től szerkesztője lett. A Nőklapja vezető szerkesztőjeként is tevékenykedett, és egy cikluson át a Szépírók Társaságának alelnöke volt. Jelenleg Újlipótvárosban él, és az Élet és Irodalom prózarovatát vezeti. Azt szoktam mondani, hogy azóta vagyok otthon a városban, és azóta vagyok otthon, én a 13. kerületben élek, azóta vagyok otthon abban a kerületben, mióta elfogadtam, hogy én az vagyok, aki. Hogy én egy falusi parasztfiú vagyok. Én akkor is az maradok, ha akármit csinálok. Én úgy tanultam meg a világot ismerni és szeretni, úgy tanultam meg bánni a pénzzel. Az én katolikus magyar paraszti világképem az ami. És mióta elfogadtam ezt, és nem akarok más lenni, mint ami vagyok, azóta ott is jobban elfogadnak, hiszen nem akartak belőlem pestit csinálni, vagy pestibbet a pestinél, és azóta, mióta én élem a saját életformámat, az én saját értékrendemmel, ami nyilván nem egy paraszti gyakorlatot jelent, tehát nem akarom azt sugallni ezzel, hiszen az Élet és Irodalom szerkesztője vagyok, tehát nyilván ezt az élet formailag ezt élem, de mióta elfogadtam, hogy belül az vagyok, aki azóta ez egy ilyen megnyugvó ponton összetalálkozott. És azóta nem az van, hogy van két fél, amit sehogy se lehet összeilleszteni. Grecsó Krisztián regényei megjelentek arabul, csehül, németül, horvátul, lengyelül, szlovénul, törökül és oroszul is. Írt forgatókönyveket és több színdarabot, szövegkönyvet is jegyzett. Mindezek mellett a költő a Csíkzenekar 3 tagjával is közreműködést hozott létre, melynek keretében a gyermekeket szólítják meg. Az alkotó kiemelte, szeretné, ha a jövőben az énekelt versműsorukkal is több helyre eljutnának, melyet a 30Y zenekar frontemberével, Beck Zoltánnal és Rutka Róberttel adnak elő. Grecsó Krisztián a jövőben sem hagyja az olvasóit új kötetek nélkül, ugyanis hamarosan megjelenik a Valami népi című könyve, amelyben olyan írás is olvasható, ami 60-ban, Jászfényszarún és Boldogon játszódik. Az író-olvasó találkozón a szerző ismertette a könyveit is, és lehetőség nyílt a dedikálásra is.